sportosat. Híradónk vendége Lőrinc Viktor, kétszeres világbajnoki bronzérmes birkózó. Szervusz, üdvözöllek! Jó reggelt kívánok! Ugye van egy EB-ről is egy bronzérmet, felnőtt EB-ről beszélünk itt is. Akkor most te vagy a bronz ember? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy jelenállás szerint igen, de nagyon szeretnék kilépni ebből, hogy ez a bronzérem ez fényesedjen majd akár jövőre és utána is. Most nem írnád alá az olimpiai bronzérmet? Az nehéz kérdés, mert minden körül egy olimpiai bronzéremnek, de azt kell, hogy mondjam, hogy minden sportoló álma, minden sportoló vágya az, hogy aki jut egy olimpiára, hogy már meg is nyerni azt, mert már hatalmas dicsőség nekem is, az országnak is, hogy olimpiai aranyat szerezzek, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyelőre még nem írnám alá, én olimpiai bajnok akarok lenni. Jó, oké, igazad van. Hogy állsz erővel, izommal? Úgy gondolom, hogy egyre jobban. Tudod, miért kérdezem? Még nem tudom. De ugye hát a világbajnokság után ugye értékelt téged a kapitáns, Ruhács Gyuri, és azt mondta, hogy taktikailag minden, hogy érett vagy, jó birkózásod, de még kis izom, még igen, erő. Igen, erőbe kell, mert nekem a 84 kiló volt eddig a versenysúlyom, csak aztán a súlycsoport változásokban történt az, hogy nálam 85 kiló lett, szóval egy kilóval több, ezért van az, hogy nagyobb fogyok, még többre, akár 92-93-ból fogynak. És hozzájuk képest? Igen, hozzájuk képest. Most az én súlyom az 90 kiló, de azt kell, hogy mondjam, hogy 91-92 kilónak kell az lennie, az ideális, hogy onnan fogyjak le 85 kilóra. Hát és ez a célunk, hogy mire oda kerülünk, hogy kvalifikációs verseny, olimpia, hogy addig felmenjen a súlyom, és hogy onnan tudjak majd fogyni. Na ugye ezért nem is került a döntőbe jutnod végül is itt a világbajnokságon. Igen, azt kell, hogy állítólag mondjam, ezen múlott. Igen, egy pont, aki kaptam a francia sráctól. Egy szoros meccs volt, de igazából én is úgy éreztem, hogy annyival jobb volt, hogy erőfölényben volt. Egy picivel, igen. Nem bírtam megtörni, teljesen kizárta a birkozásomat, nem bírtam közel férni hozzá. Sajnos ezen múlott, és ezzel jutott be a világbajnoki döntőbe. Nem baj, aztán a bronzbecset azért azt hoztad. Így van, sikerült a bronzérmet megszerezni egy svéd fiú ellen. Viszont az a dolog érdekessége, hogy ez a svéd viszont majdnem megverte a franciát. Az előző meccsen 2-2-t birkoztak, úgyhogy jobban örültem volna, ha mondjuk a svéd jön tovább. Aha. Akkor mondjuk vele birkolom az elődöntőt. Na mindegy, legalább lehet, hogy sors akarta így, hogy még rávilágítson jobban, kiemelje esetleg a... Bocsáss meg a hiányosságot, így ha van, lehet így, így van, fogalmazni. Így van, én is azt mondom, de előtte is tudtuk ezt, mert előtte is beszéltük, hogy nekem... Jó, nekem de más beszélni, mert megint más érezni testközelből, hogy valóban. Én is érzem igazából, hogy kellnek még ez az a hiányosság, amire rá kell feküdnünk, és úgy gondolom, hogy ezen az úton elindultunk együtt, és hát látom is a fejlődést. Akkor tömegnövelésben vagy? Igen, azt kell, hogy mondjam, hogy egy kicsit abba vagyok. Csak nem az a cél, hogy egyből most fölmenjek 92 kilóra, és akkor nem bírok majd megmozdulni, hanem ennek minőségi izomba kell, hogy megtörténjen. Ezt hogy csináljátok? Speciális edzésekkel, vagy hogy? Ez alapozó időszakban rengeteg súlyzós edzés van, és akkor ott minél tovább kitoljuk a maximális ilyenkor erőt. Van külön tréner, aki külmondottan csak ezzel foglalkozna? Azért kérdezem, mert például a Bacskai Balázsnál, Benji Ökölvívónál is pont ez volt a történet, és ő bejött. És most nem ökölvívó edző foglalkozott vele ezen a téren, hanem egy nagyon híres egykori testépítő edző, Kovács István, és megmaradt a gyorsaságom, egy ökölvívásnál is ugye nem lehet. És sikerült. És ezért kérdezem, hogy mennyire... Itt akkor a Gyuri kezében van így minden. Van, itt tehát nem akartatok külön válni, hogy külön nem. Szakember, aki külön csak erre figyel nem, oda, nem, hogy... Én személy szerint nem szeretnéd? Nem szeretném, mert úgy gondolom, hogy ez bevált. Ez már előtte is bevált a többieknél, úgy gondolom, hogy nálam is. Gyuri előzőleg összeírja, hogy mi lesz az edzésprogram, és ezt szépen mi megcsináljuk. Hol tartasz most? Hát most volt egy kis pihenünk a VB után 2 hét, aztán most igazából elkezdtünk edzegetni, ugyebár Bundesliga, a hazai CB, aztán november vége, decemberbe kezdjük mi is az alapozást. Bundesliga jó buli? Jó buli igazából, egy kis pénz lehetőség, úgymond kiegészítő. Azon túl pedig hát fontos meccseket tudunk birkózni, mert első osztályban birkózunk. Hol te, melyik csapattal? Ádáhozzámban birkózok, a testvéremmel együtt.
és ott is elég jó emberek vannak igazából, ugyanazok, majdnem ugyanazokkal az emberekkel birkózunk, akikkel világversenyen, úgyhogy annyiból ez is fontos, jó, ez így jó. Így van, jó meccseket tudunk birkózni. Mi az elvárás a csapattal szemben, a német csapattal szemben? Nyerni kell. Meg kell nyerni? Így van, hát ők azért szerződtetnek, én is azért megyek ki, hogy hozzam a meccseket, és azt kell, hogy mondjam, hogy lekapom, hogy eddig azért hozzuk is. Hány meccs, hány győzelem? Kettő meccsünk volt, kettőt hoztunk. Következő? Az pedig jövő héten lesz majd. Idegenben vagy otthon? Vagy jól tudom, otthon leszünk, de ugyanígy megvan, hogy idegenben is otthon, de azt hiszem, hogy Nendingen ellen megyünk, a Kis Balázsék ellen, és otthon leszünk mi. Na, a Kis Balázs rendben van? Hát nehezen gyógyul azért ez a sérülésnek, ez az izomszakadás. Hát nagyon remélem, hogy mi hamarabb teljes értékű munkát tud majd végezni. Akkor lehet, hogy nem lesz ott a szőnyege? Nem tudom, ez csak rajta múlik, hogy hogy érzi majd a lábát. Mennyire tartjátok így a kapcsolatot, ha már itt tartunk, így a többiekkel? Úgy gondolom, hogy nagyon jó viszonyban vagyunk mindnyáján. Igazából tartjuk a kapcsolatot. Tehát hétköznap is időként egymásra csörögtök? Így van, így van, így van. Beszélünk is, elmegyünk, szórakozunk, kikapcsolódunk, elmegyünk moziba. Szóval igazából sok programot szoktunk itt találni, de azt kell, hogy mondjam, hogy jó a viszonyunk összességében. Mennyiben változott meg az életed, hogy az első felnőtt érem óta? Úgy gondolom, hogy igazából az első felnőtt érem óta az történt, hogy tudatosult bennem, hogy igenis helyem van ebben a súlycsoportban, és hogy szeretnék nagy sikereket elérni, és az egy olyan lökés volt az életemben, ami meghatározta azt, hogy még keményebben, még jobban kell edzenem, és tényleg beigazolódik az, hogy a munkának megvan az eredménye. Előtte irigykedtél a tesódra Tamásra? Nem irigykedtem rá, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon örültem az ő sikerének. Jó, azt szóval oké. De azért nem volt benned a kis ördög, hogy miért nem én, hogy nekem is legalább. Nem, mert én nagyon örültem neki, hogy neki sikerült, és úgy voltam vele, hogy láttam, hogy ő honnan indult, és hogy hová jutott, és még hová is fog jutni, és úgy gondoltam, hogy nekem is követnem kell az ő példáját, és tényleg sokat tudtam meríteni belőle, nagyon sokat is segített nekem, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem volt bennem ez, nem volt bennem ilyen, hogy... Gondolom régebben... Gyakrabban előfordult, hogy elbeszélgetetek, megbeszéltétek a dolgot. Ugye? Így van, persze. Most már nem kell? Most már nem annyira. Most azért, ha lát valamit, akkor azért elmondja az ő véleményét, de régebben azért sokkal többet beszélgettünk róla, hogy kell ezeket a dolgokat csinálni, azért még tapasztalta a birkózó, jobban látta a dolgokat, kívülről máshogy látta a dolgokat, és akkor sok tanácsot is kaptam tőle. Most már van úgy, hogy te adsz neki tanácsot? Úgy gondolom, hogy neki nem kell tanácsot adnom, mert ő egy elég jó birkózó, sőt mondhatom, hogy nagyon jó birkózó, és igazából én csak azt szoktam neki mondani, amikor fel meccsre, hogy amit tudsz, gyerünk mindent bele, más nem tudok neki mondani, mert ő úgy gondolom, hogy mindent tud, amit egy birkózónak tudnia kell. Mitől ilyen jó? A génekben ő... Jobban örökölt valamit, ami kellett a birkózáshoz? Nem tudom, mert mi családunkban nem voltak birkózók. Igazából... De te sem csinálsz más edzésen, és úgy, hogy meghalsz az edzésen, úgy, hogy végigcsinálod, amit gondolod. Különböző stílusunk van, szóval ő egy technikás birkózó, én kevésbé vagyok technikás birkózó, én inkább felőrülöm az ellenfelemet, ő neki más stílusa van. Úgy gondolom, hogy ez is bevált, és az én stílusom is úgy néz ki, hogy be fog válni. Nem baj az, hogy ő ezt birkózza, én meg azt birkózom, úgy gondolom. Mikor birkózhatok egymással? Hát versenyen soha. Edzésen pedig már nagyon régen. Meg én esetén nem is bírtam vele birkózni, megmondom őszintén, mert féltem attól, hogy le ne sérítsük egymást. Úgyhogy igazából csak így. Mert te vagy a nagyobb, és akkor esetleg emiatt, igen, hogy... Igen, emiatt esetleg nehogy egy olyan mozdulat történjen, hogy esetleg lesérüljünk, aztán nem is álltam úgy neki oda, de úgy gondolom, hogy ő sem. Tegnap csapatbajnokság volt, tehát akkor nem csak a Bundesligát, hanem a hazai így klubot van, is erősítitek. Saját klubunkat is erősítjük. Ez mennyire komoly, mennyire véresek itt a csaták? Régen nagyon véresek voltak, azt tudom. Most? Hát úgy gondolom, hogy most is azért elég élesek a meccsek. Mindent megtesz a másik csapat is, mi is. Tegnap kikaptunk sajnos a Fraditól, nekik egy elég jó csapatuk van, nekünk azért van egy-két hiányosságunk egy-két súlycsoportban, ez meg is látszódott. Érződik azért egy fővárosi érklub, azért
nél nagyobb a merítési lehetőség, mint egy vidékinél? Hát több emberük van ezekben a súlycsoportban. Nekünk azért fiatalabbak is vannak, nincsenek is abban a súlycsoportban. Nekem is 98 kilóba kellett birkóznom, a Tominak is 80 kilóba kellett birkózni, a következő fordulóban engem feltolnak 130 kilóba. Na. Úgyhogy hát igen, így tudunk kiállni, de azt, hogy mondjam, hogy Kecskemétet viszont meg tudtuk verni. Csoport másodikként tovább jutottunk, úgyhogy várjuk a következő ellenfeleket. És jöhet bárki akkor neked? Hát majd aki jön a szőnyegre, azzal kell birkózni. Legalább jó, hogy nem kell fogyni akkor. Igen, most nem is kell fogyni, úgyhogy így teljesen ideális. Németbe kell egy kicsit, de azt, hogy mondjam, hogy igazából az én esetemben ez nem fogyás, ez a 3-4 kiló, azt nem mondhatom fogyásnak. Mert a többiek azért, tesom példáját kiemelve, neki az már fogyás a 10 kiló mondjuk. Hú, az igen. És bírja még? Bírja. Azt, hogy mondjam, hogy ez a világbajnokságon is beigazodott neki, hogy elég jó erőben volt. Jó erőben láttam, összeszedett volt. Úgyhogy szerintem nem lesz probléma ezzel a 60 kilóval. Hozni fogja akkor. Hozni fogja. Súlyoddal neked még végképp nincs, neked ugye még tömeget is így kell. Így van, így azt kell mondjam, hogy még ezt hozzárakjuk, még ezt a kicsit, és akkor a kvalifikációra úgy megyünk neki, hogy... De akkor az olimpiáig már ugye nincs is olyan sok másfél év, így két van, év. Igen, durván. Úgyhogy akkor minden jó most úgy néz ki, ugye? Így van, azt kell mondjam, hogy minden rendben van. Na, az jó akkor. Azért 2015 bizonyos szempontból azért mégiscsak egy kemény év lesz, hiszen azért csak ki kell jutni az olimpiára, még nem vagytok ott. Így van. Ebben az évben még akkor egy kicsit rápihentek a 2015-re, vagy már most sem lehet pihenni? Nem lehet pihenni. Úgy gondolom, hogy nem lehet pihenni, mert igenis dolgoznunk kell, és minden nap hozzá kell tennünk azt a munkát, hogy mire odaérünk, hogy kvalifikációs világbajnokság, addigra nyugodtan tudjunk felmenni a szőnyegre, hogy mi mindent megtettünk érte. Nincs EB 2015-ben. Igen, nincs EB, ilyen még nem volt, Európa játékok lesz, és ha jól tudom, olimpiai súlycsoportok lesznek, de ez még nem biztos. Uh-huh. És az én esetemben én indulok a saját súlyomba, mert nem kell sokat fogynom, mert ezzel az a probléma, hogy két hónappal lesz a kvalifikációs VB előtt, és ez nem egy jó nagy fogyók számára. Tényleg ez az olimpiai súlycsoport, ez most hogy is van? Mert most egy kicsit úgy meg lett kavarva, hogy világbajnokság, ugye vannak más súlycsoportok is. Súlycsoportok. Hát igazából úgy van most, hogy 59-66, 71-75, 80-85, 98 és 130, és ebből a nem olimpiai súly a 71 és a 80 kiló. Akkor neked ez... Nekem szerencsére megmaradt az én súlycsoportom. Igen, ez jó. Úgyhogy, igen. Tesódnak annyiból, hogy ilyen 70 jobb lett volna, nem? Igen. 70-68. Azt kell mondjam, hogy a 68 is aláírtuk volna. Uh-huh. Aláírtuk volna, sajnos így alakult, ezt kell megoldania. De hát a VB-n ezek szerint azt látszott, hogy megoldja. Én úgy láttam, hogy megoldotta. Nem volt ez a probléma, volt egy hibája, ezeket a hibákat ki kell javítani, csak elmes semmi probléma. Hát igen. Semmi hobbi, semmi, nem csináltok? De van a horgászás, nagyon szeretünk horgászni. Télen? Télen nem annyira megmondom, hogy szintén, mert igazából ponthorgászok vagyunk, és ezt inkább nyáron és tavasszal lehet jobban űzni. Ezt nagyon szeretjük szabadidőnkbe, és amikor csak tehetjük, azért el is megyünk. És akkor ilyenkor télen mit csináltok? Hát ilyenkor ez leszűkül. Ilyenkor ülünk, hogy pihenhetünk. Edzőtáborok elkezdődnek, hétvégén ott vagyunk, pihenünk, otthon vagyunk, más igazából nem csinálunk. Versenyről versenyre mentek végül is most is. Hát így van, szóval azért Bundesliga, hazai CB. Hogy jártok ki? Tenni. Egyesével, vagy hogy szoktatok? Autóba ültök, repülővel, hogy mentek? Mindenki máshogy. Van, akik kocsival mennek ki, összeülnek, mi repülővel megyünk, mindenki úgy, ahogy a német csapata megoldja neki az utazást. Ja, ők állják utazást is. Igen, igen, az utazási költséget is ők állják, és akkor meccspénz, vagy majd a legvégén kaptok prémiumot? Nem, minden meccs után megkapjuk a pénzünket. Megállapodunk egy nyertes, mennyit kapunk, hogyha nyerünk, mennyit kapunk, hogyha vesztünk, és akkor meccs után meg is kapjuk a pénzt. Minden korrektől működik. Így van, így van. Akkor ez egy jó. Akkor jó birkózónak lenni? Hát, úgy gondolom, végülis, hogyha valaki eljut egy olyan szintre, amit te is állsz, akkor már kifizetődő akkor, ugye? Ezt lehet mondani, vagy? Hát így van. Azért most már az ember tud keresni egy kis pénzt ezáltal, hogy van a Bundesliga is. Jó, nem árt, hogyha ezt tudják sokan, mert nagyon sokan azért nem mennek el, és mennek el inkább futballozni, mert ugye azt hiszik, hogy
itt nem lehet semmit lehet itt keresni. Is. Dolgozni kell érte. Csak annyi, hogy itt valóban akkor... le kell tenni az asztalra valamit. Tehát itt futballal szemben itt... Hát én a focistákról nem itt ez nem, van, nem hogy, itt, hogy itt valóban itt az eredmény ők... kell. Ha van eredmény... Így van. Itt kell eredmény, és akkor ezáltal keres meg egy német csapat, mert hogyha most én ötödik ember vagyok, hatodik ember vagyok, igen. akkor nem nagyon fog megkeresni engem német csapat, hogy menjek ki hozzájuk birkózni. Ennyi. Ennyi az egész. De visszajön a viszont akkor befektetett munka ezek szerint. Igen. Egészséges, hogy minden rendben van? Azt, hogy mondjam, hogy rendben vagyok, igen, hál' az égnek lekopogom, nincsen semmilyen sérülés, betegségem, úgyhogy ez a lényeg, hogy ezeket a téli hónapokat megúsztuk, úgyhogy ne legyen betegség, mert azért egy-két hetet kibír venni a munkából is, az nem teszi. Magánélet is rendben van? Azt kell, hogy mondjam, rendben van, igen. 4 éve van barátnőm, úgyhogy... 4 éve? 4 éve lesz novemberben. És akkor mit csinálsz a rajongó hölgyekkel? Hát igazából semmit. Szóval annyira azért, azt kell, hogy mondjam, nekünk nincs olyan nagy rajongó táborunk. Nincs? Még más sportolóknak. Vagy hát lehet, hogy nem veszük észre. Diplomatikus. Igen. Így van ez. Edzés mellett tanulás valami, vagy nem is akartok most? De. A Tom már elkezdte a TF-et, én pedig jövőr szeretném elkezdeni a tanulmányaimat, én Egerbe szeretnék jelentkezni. Sportszervező szakra szeretnék levelezőre, hogy azért az edzésekre tudjak járni. Sportszervező, nem edző, szándékosan? A edzői papírunk már megvan. Ja, És azért szeretnénk ezt a sportszervező diplomát, hogy legyen egy diplománk is, mert az edzői az egy OK-s papír. És akkor aztán majd meglátod, hogy mit hoz a jövő. Így van. Azt gondolom, hogy mai világban gondolunk arra is, hogy mi lesz akkor, amikor már nem sportolunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy már az is kevés az embernek, van egy diplomája, de ez a minimum elvárás, úgyhogy azt gondolom, hogy érvényesülni tudjunk majd a magánéletben, az kell majd egy diploma is. Pszichológiára nem akartál menni? Nem szeretnék. Nem? Azt annyira nem. Izgulós típus vagy? Nem gondolom, hogy izgulnék, nem is szokott. Megvan az a megfelelő versenydruk, izgulás, ami szokott lenni, de hogy fölállok a szőnyegre, az el is múlik. Mert itt volt ez a világbajnokság. Igen. Fiúk, lányok ugye szabadfogásban, meg a lányok ugye nem úgy szerepeltek, hogy azt vártuk volna, és neked sikerült megtörni. Itthon Magyarországon már egyre csak jöttek az SMS-ek különféle egykori híres edzőktől, hogy kész vége a magyar birkózásnak, drámai, ami történik a világbajnokságon. Mert ugye egy szabadfogással kezdődik egy világbajnokság, utána jönnek a lányok, és csak a legvégén jönnek a kötött fogások. És akkor jöttél te. Te szerezted, te törted meg a... Ugye te volt az első, aki érmet szerzett. Így van. Megfordult a fejedben? Ott akkor? Vagy nem is tudtátok, hogy Magyarországon milyen pánik hangulat tört ki? Nem hallottam róla, meg igazából nem is foglalkoztam vele. Ez minden sportolétében előfordul, hogy nem úgy jön ki egy lépés. Valamikor ők szerepelnek jobban, valamikor mi szerepelünk jobban, szóval ez... Igen, csak most két szakág, ugye a szabad és a nők, ugye betisztek. Ez most így alakult, ez nem szokott így lenni, szóval azért... És már mindenki azt hitt, hogy akkor annyi a magyar birkózásnak. Nem gondolom azért, hogy egy verseny, ezt meg lehet állapítani egyszerűen, ez így jött ki, ez a lépés. Azért mondom, hogy máskor ők voltak az eredmények, máskor mi, most igen, nekünk sikerült. Csak tudod, az volt a rossz, ugye, ahogy ők írták, hogy nem az volt, hogy mit tudom én, hogy nyertünk 3-4 meccset és utána, hanem azt hiszem az 5 birkózó szabadfogásnál, és 5 birkózó volt, csak egy tudott egy meccset nyerni. A lányoknál is valami hasonló, azt hiszem egy tudott csak nyerni egy meccset. Tehát maga az, hogy ahogyan kiestek. Ez okozta, gondolom én, a drámai hangulatot a birkózás szerelmeseinél. Úgy gondolom, hogy nem kell megijedni, mert mind a szabadfogás, mind a női szakág elvégzi azt a munkát, hogy sikeresek legyenek. Ott is a lányoknál is több lánynak van felnőtt világban kérme. Igen, persze. Hát. Szabadfogásban is. És úgy gondolom, hogy nekik is ugyanannyi esélyük lesz majd kvalifikációra, ez nem nekünk. Jó, csak ott akkor. Hát akkor nem. Neked nem jutott eszedbe. Nem. Találkoztunk a repülőtéren, amikor jöttek haza, odajöttek, mondták, hogy mindent bele, fiúk, és nekünk csinálunk kell a dolgunkat, és ennyi. Meg kell szereznünk az érmet, igen. Ez így jó végül is, hogy
nem is törődhetek azzal, hogy ők mit nem csináltak. Nem kell foglalkozni, szerintem ezek a dolgok, mindenki saját magáért birkózik. Igen, csak végül csak egy család, végül csak a birkózó család. Nekem is nagyon jó a viszonyom például a szabadfogással, a női szakággal is, és hát sajnáltam őket, hogy nem sikerült, de úgy gondolom, hogy ez is. Akkor rá se futott az agyatokon az, hogy hú, az milyen lehet ez a VB, hogyha ezek így szerepeltek, akkor mi vár ránk? Nem kell foglalkozni, nem? Szerintem. Semmi. Ez nem kell foglalkozni, ezek minden jó, dolgok. Teljesen ezek jó. Ilyen negatív dolgok. Foglalkozik velünk sportpszichológus is, és teljesen ezekről a dolgokról szoktunk beszélni, ezeket a dolgokat ki kell zárnunk. Nekünk saját magunkkal kell foglalkoznunk, hogy amit elvégeztünk munkát, hogy az bennünk van, fejbe ott legyünk, és ezeket a dolgokat ki kell zárni, ezeket a negatív gondolatokat, és akkor minden rendben lesz. Na ja, a mostani beszélgetés is azt sugallja felém, hogy jó munkát végzett a sportpszichológus. Hát igyekszünk. De ez fontos. Így van. Hogy fejben is akkor ott vagytok, profi vagytok. Hozzá kell tenni azok a dolgokat, és úgy gondolom, hogy akkor lesz igazán nagy sikere, hogyha mindenki hozzáteszi azt a kis pluszt, amit tud, és ezáltal tudunk sikeresek lenni. Mikor lesz az, hogy a sportpszichológusokat is majd egy kicsit jobban megemlítik majd? Nem tudom. Én most megemlítettem itt. Azt tudom, csak még úgy általában, hogy néha persze a sportolók, hogyha kérdezik, mindig megmondják is, stb. De úgy igazából, hogy nagyon, mikor adott világversenyben, adott abban a pillanatban, úgy nem nagyon szokták. Ezt nem tudom, hogy ez miért így van. Ők szoktak erről beszélni veletek, hogy nem foglalkoztatja őket sem. Őket sem foglalkoztatja. Ők csinálják a dolgukat. Így van, neki is ez a fontos, hogy amit csinál, hogy az tényleg jó legyen, és itt beigazolódik, hogy igenis jó munkát végeztünk együtt, és úgy gondolom, hogy nekik, meg nekünk is ez a fontos. Nekik ez bőven elég, ez a lényeg. Én úgy gondolom, hogy igen, ez például a Levi szempontjában, mi pszichológusunk szempontjában ez így van. Az jó akkor. Igen. Akkor minden kerek. Így van, azt kell, hogy mondjam, hogy rendben van a stábunk. Ez nagyon jó. Tudsz olyanról, aki miattad, vagy miattatok, itt most a tesódra gondolok több eszemben, hogy kezdett el birkózni? Akár Cegléden, ahogy ugye Ceglédiek. Cegléden tudom, mert nagyon aranyosak voltak, tegnap is kijöttek a versenyre a kicsik, és odajöttek, gratuláltak, és mondták, hogy ők is szeretnének birkózni. Úgyhogy nagyon örülünk neki, hogyha mondjuk ezáltal jönnek, és kezdenek el birkózni. Van olyan, akinek esetleg akár... már te vagy a példaképe? Igen, volt egy kis birkózó, aki odajött és mondta, hogy én vagyok neki a példakép, és nagyon jól esett, hogy ezt mondta, azért csak ő esik a sportolnak, hogyha felnéznek rá kicsik. Na, beértél teljesen. Most már ott vagy. Még nem teljesen, úgy nem? Gondolom. Még nem teljesen. Még szeretném Rio, aztán pedig majd Japán. És akkor majd utána, ha beszélgetünk, akkor azt tudja mondani, hogy teljesen beértem. Értem. Akkor még most a óvatos vagy egy kicsit. Igen, most egy kicsit óvatos vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Viktor. Én is köszönöm szépen, hogy kíván. Két birkózás között mondhatni, ugye, mert Csébi, aztán most lassan majd jövő héten, hogy eljön a német Bundesliga, aztán megint Csébi, mert most egy november erről szól, nem? Így van, november, december és januárban lesz vége a Bundesligának. A Csébének azt hiszem pedig november vége, vagy december eleje, azt hiszem. Jó birkózást. Köszönöm minél szépen. Több győzelmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. További sportosat.